Ezek a felvételek október 1-én készültek a Jancsó Dezső történelem tanár melletti szimpátia tüntetésen Kertvárosban. Ő az a pedagógus, akit egy renitens, dohányzó fiatal visszatartásáért talált bűnösnek a bíróság, ezért pedig elvesztheti állását a szabályozás szerint. A sokak igazságérzetét sértő következmények miatt törvénymódosításra lenne szükség, mondta még korábban az ügyben az ÖPE önkormányzati képviselője. Most jogi szakértőkkel elkészítették javaslatukat, amit eljuttatnak a fideszes országgyűlési képviselőkhöz, jelentette be hétfőn a politikus. A törvény szerint a pedagógust, mint közfeladatot ellátó személyt védelem illeti meg, de nem minden esetben. A közfeladat ellátását alapvetően az iskola falain belül írja elő a köznevelési törvény, és az iskola falain kívül nem ad ilyen lehetőséget. Ezért az az indítványunk, hogy a közfeladat ellátásnak a terét, ennek a megfogalmazását, hogy a tanár milyen helyzetben lát el közfeladatot, mikor illeti őt meg ez a védelem, a közfeladatot ellátó személy védelme, ezt javasoljuk tágítani. Ugye életszerűtlen, hogy csak az iskola falain belül intézkedik egy tanár. De ez már nem vonatkozik például az osztálykirándulásokra, a múzeumlátogatásokra. Ezen változtatni kell Kővári János szerint. A törvényi változtatás kérelme mellett a bíróságon is segítenek Jancsó Dezső ügyében. Jogi védelmet biztosítanak megfelelő ügyvédek felkérésével. Úgy gondoljuk, hogy lehet bizonyítani azt a helyzetet, hogy ő azért cselekedett így, mert egyrészt egy jogszabályt akart betartatni, a gyerekeket védte, és olyan eszközt alkalmazott, ami nem volt erőszakos, nem volt más megfélemlítésére vagy bántalmazására alkalmas eszköz, az, hogy visszatartott valakit, ez a társadalomra nem volt veszélyes. Tehát azt fogjuk az ügyvédeinken keresztül képviselni, hogy ez a cselekmény ez nem volt veszélyes, semmiképpen nem a büntető törvénykönyv ide vonatkozó része az, ami releváns. Ha lett volna iskolaőr a Pécsi Nevelési Központban, akkor ez az eset nem történhetett volna meg a képviselő szerint. Kővári János elmondta még, a törvénymódosítás visszamenőleg nem mentesíti Dezső bácsit. De ha sikerül változtatni, akkor a hasonló esetek elkerülhetők lesznek a jövőben. Ennek elérését kérte a pedagógus is a politikustól a tanárok segítéseként.